A Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás alakulóülésén elnöknek Pintér Szilárdot, Dombóvár polgármesterét választották, aki mostantól a szervezet vezetőjeként irányítja a kaposmenti települések fejlődését célzó munkát. Célja, hogy a térség gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődését elősegítő projekteket indítson el, és erősítse a partnerséget a környező települések között. Ennek a kihívást nekem a harmadik ízbe próbálok eleget tenni 2015 és 2019 után. Én nagyon remélem, hogy ez a hatékony együttműködés, együtt gondolkodás, ami jellemezte ezt a társulást, továbbra is élni fog. Nagyon remélem, hogy sikeresek leszünk újból pályázatokból, és tudunk úgy együttműködni, hogy annak mind a 16 település érezze a gyümölcsét. Eddig is próbáltam, és ezután is úgy fog lenni, hogy minden kis településen próbálunk segíteni. Mindenki fontos számunkra, és senkit nem akarunk magára hagyni. Az eseményen a társuláshoz tartozó települések vezetői is jelen voltak, köztük Szakcs polgármestere, Buzsáki Norbert, aki szintén támogatta a megválasztott elnököket és az együttműködés megerősítését. A 16 települést bízunk benne, hogy továbbiakban is együtt fog tudni dolgozni, ugyanúgy, ahogy eddig, sikerekben. Bízunk benne, rengeteg pályázatban indultunk egyébként Szakcs községben, ezeket megpróbáljuk folytatni. Ugye Szakcs, Lápafővárunk. Egyébként is ugye társulásban működik együtt, tehát ezeket próbáljuk továbbvinni és együtt fejlődni. A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartott társulás élére új elnököt választottak, Horváth József Lászlónét. Kiemelten fontos számára a térség szociális ellátórendszerének fejlesztése, valamint a gyermekjóléti szolgáltatások erősítése. Nagy örömömre szolgál, hogy megbíztak a társulás tagjai azzal, hogy én lehetek most ennek a társulásnak az elnöke. Én azért érzem ezt megtiszteltetésnek, mert úgy gondolom én, hogy tehetek a járás és a társulás területén lakó emberekért. Eddig humánbizottság elnöke voltam a Dombóvári Önkormányzatban, van ezzel a területtel kapcsolatos tapasztalatom, és bízom benne, hogy tevékenyen tudok ezt ebben a feladatban szolgálni. A társulás célja, hogy elősegítse a helyi közösségek számára kulcsfontosságú fejlesztési projektek elindítását és lebonyolítását. A következő ciklusban várhatóan több olyan stratégiai döntés is születik, amelyek hosszú távon formálják majd a kaposmenti térség jövőjét, gazdaságilag és kulturálisan is.